és hirtelen kiengedik. Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk. Ebből az alkalomból külön ünnepi beszéddel és a Hirtelenki Általános Iskola Színjátszó körének előadásával készültünk. Tisztelettel megkérem Kovács Lászlót, a Hirtelszón Non-Profit Kft. Ügyvezetőjét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Tisztelt emlékező közönség, kedves hirtelekiek! 1956. október 23-a a világ nagyszerű marokni népének történelmében fontos dátum. Emlékezzünk ma főhajtással 56 harcosaira. Emlékezni nem csak kötelesség, de felelősség is. Fiatalnak, idősnek, civilnek és politikusnak, távolba szakadtnak és itthon maradottaknak egyaránt. Felelősség, hogy meglássuk, mire tanít minket 1956. október 23-a. Hogy aki erős, az kiáll magáért, aki erősebb, az kiáll másokért is. Hogy a leghosszabb út egy helyben állni. Ahogy a Víz László fogalmaz, az élet igazán lényeges kérdéseire nem egy igennel, vagy nem meg kell felelnünk, hanem az egész életünkkel. Minden nap értenünk és éreznünk kell 56 azon üzenetét, hogy a vezetőknek akkor is és most is komoly szerepük van az események a közösségek életének alakulásában. Ez a fontos szerep nem csak lehetőség, hanem óriási felelősség is, amellyel lehet élni, vagy visszaélni. A valódi kihívás azonban felismerni 1956 megpróbáltatásaiban a figyelmeztetést. Beazonosítani, hogy mit kell elkerülnünk ahhoz, hogy ne ismétlődjön meg a kudarc. 56 harcosai együtt akartak egyenként szabadok lenni. Ma együtt, összefogva azzá lehetünk. De csak ha összefogunk. 56 valódi mondani valója a ma emberének nem más, mint hogy árulással, széthúzással, egymásra nem fordulva nem sikerülhet elérni céljainkat. Csak a közösségünk érdekében összekapaszkodunk. Az együttműködés az ünneplés méltó módja. Ideje meghallanunk, amit ott, akkor világgá kiáltottak. Ha egy győz, mindenki győz. Ha egy veszít, mindenki veszít. Úgy tartják, az idő minden sebet begyógyít, de nem végez plasztikai műtétet. A múlt cselekedeteinek, történéseinek nyomait az idők végezetéig hordozzuk. De ezek a hegek nem szabad, hogy bezárják a fájdalmat. És a fájdalom nem szabad, hogy meghatározza a jövőt. Ha sebeinkre tekintünk, emlékezünk. Az emlékezés pedig lehet sajnos szakadék is, amely örökre elválaszt embert az embertől, utódot az előttől, közösséget a közösségtől. De az emlékezés híd is lehet, biztonságot adó folyosó, mely összeköti a múltat a jelennel. Így segít tovább a jövőben. Kívánom, hogy ne csak a mai ünnepen, hanem a hétköznapokban is. Válasszuk a hidat. Válvetve haladjunk rajta, közös jövőnk felé. Lépésről lépésre váljon így, közösségünk, jóból, nagyszerű nép. Köszönöm a figyelmüket! Ősz, te sokat tudsz, de most nyílik a szem,
s olyvám mit súgok, még te sem tudsz találni. Megidézzük az elmúlt időket. Megidézzük 1956 dicső emlékét költők, írók vallomásain keresztül. Megidézzük azt a kort, amely nagyapáinknak megszenvedett valóság volt. Szüleinknek föl-föl bukkanó, töredezett emlékkép, nekünk pedig már a múltba forduló történelem. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs igen. Amit mi átéltünk, emberek, amit nem érted, aki nem érte meg. Amire ma sincs szó, s talán nem is lehet más, csak zene, 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 olyan, mint a tietek. Istenem, jól szeress minket, jobban annál, amint illet. Uram, tudod, sok volt végünk, fáradt, kérges szívvel élünk. Bárányoknak nem volt arcuk, hiteinket veszni hagytuk. Nézd el nekünk, embereknek, megőrizni emberségünk, segíts Uram, kérve kérünk. Haragvásunk már ne szítsad, vigyázz józan álmainkat, aki jó még, higgyél annak, jobból talán többen vannak. Önmagunkra rátaláljunk, béke hajlék legyen nálunk, békítsd össze népeinket, jaj Istenem, segíts minket. Tisztelt ünneplő közönség! Tisztelettel megkérem Magyar Lászlót, Nyíltelekváros polgármesterét, hogy tartsa meg. Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt ifjúság, hölgyeim és uraim! Nyíltelekváros önkormányzata nevében én is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Az 56-os forradalom és szabadsághaj harc emlékhely avató ünnepségén. Túl vagyunk egy megemlékezésen, egy szívbe markoló műsort láthattunk, és ez a mai megemlékezés egy kicsit még bővül, hisz egy tárgyasult emlékkel is adózunk 56 emlékének. 800 éves a település, 8 éves a város. A jubilomuk évét ünnepeljük. Fiatal város keresi gyökereit, keresi identitását, keresi a hiányzó láncszemeket. Én azt gondolom, hogy ma egy ilyen hiányzó láncszemet pótolhatunk ezzel az 56-os emlékhelyjel, hogy méltó emléket állítsunk az 56-os hősöknek, áldozatoknak, köztük a településen elesett Pécsi Józsefnek is. Kedves ünneplő közönség! Két emlékhely, itt egymás mellett állva, vigyázza a hősök emlékét, az emlékezés fennmaradását. Ez a gyalogjárda, amin itt állunk, ez választja el ezt a két emlékhelyet. Elválassza, hisz időben távol esik a két esemény, jelzi, hogy a különféle századokban is születtek hősök. De hát járdát, utat azért építünk, hogy összekössünk valamit. A műsorban is hallottunk az összefogásról. Én azt gondolom, ez az emlékhely is egy nagy összefogással valósult meg. Ezért én itt az ünnepi percekben szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki ennek az emlékhelynek a létrehozásával bármit is tett. És szeretném megköszönni mindenkinek, aki elfogadta a mai napra való meghívásunkat, ezzel emelte mai megemlékezésünk fényét. Ezen gondolatok jegyébe, nagyon nagy tisztelettel
átadom ezt az emlékhelyet nyílt telek lakosságának. Hölgyeim és uraim, akkor most kezdődjön a koszorúzás. Elsőként Nyírtelekváros önkormányzatának nevében Magyar László polgármester, dr. Bartovics Norbert jegyző úr és Krutila István Nyírtelekváros helyőrség parancsnoka koszorúznak. Nyírtelekváros intézményeinek nevében Cipó Józsefné, a Kastélykert óvoda vezetője, Kovács László, a Nyírtelekszól Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és Urbinné Borbé Szilvia, a Nyírteleki Általános Iskola igazgatója koszorúz. A civil szervezetek koszorúzása következik, a Nyírteleki Asszonykórus és a Nyírfa Nyugdíjas Klub. Az Őszi Rózsa Nyugdíjas Klub koszorúzása következik. És végül a kegyelet virágait elhelyezi a belegrádi, a nyírteleki és a Varjulaposi Polgárőr Egyesület. Thank you.